Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsőítem, mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jó téteményét. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól, aki önmagát adta a mi bűneinket, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istenek a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség is örökkön örökké. Ámen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket a Szekszárdi Református Egyházközség lelki otthonában, a Tolnatáj televízió nézőit pedig otthonaikban. Jöjjetek fennállva, könyörögjünk szent háromságosan gazdag Istenünkhöz. A 476-os a régi énekeskönyv szerint 210-es számú dicséretünk első versével: Ó áldandó szent háromság, nyögésemre figyelmez. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket és dicséretünk éneklését. A 476-os dicséret második és ötödik, a régi énekeskönyv 210-es dicséretének harmadik és hetedik versét énekeljük. Így kérve Urunkat ölelges szent szerelmeddel, majd így szólítva őt: Ó vigasztaló szent lélek. Isten tiszteletünk megáldását a mindenható Istentől kérjük és várjuk, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Vezesse és kísérje az ő szent lelke a mi lelkünket ma is. Ámen. Kedves testvérek, Istenünk igét, amely az ő kegyelméből szólalhat meg közöttünk a mai napon is, a református bibliaolvasó vezérkalauz ajánlása nyomán olvasom a mára kiemelten ajánlott ószövetségi szakaszból,
Ézsaiás próféta könyvének 63. fejezetéből a 7. és a 17. versek közötti részt. Azt kérem szeretettel, hogy hallgassuk, vagy akinél itt a Bibliája, olvassuk is olyan figyelmesen, hogy egészében és részeiben is szem előtt tudjuk majd tartani. Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem, mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jó téteményét Izrael háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. Mert ezt mondta, mégiscsak az én népem ez, fiaim nem tudnak meghazudtolni, ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket, szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Ezért ellenségükké vált és harcolt ellenük. De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre. Hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét? Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Kettéhasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mély tengeren, mint a lovat a pusztán, meg sem botlottak. Mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad. Szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem, hiszen te vagy a mi atyánk. Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk. Ősidőktől fogva a megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez. Ámen. Közösen is ezért könyöröghetünk, fordulj szolgáidhoz, Urunk. Tegyük is ezt fennállva. Imádkozzunk közösségben. Mindenható Istenünk, örökkévaló édesatyánk és lelkesítünk a Jézus Krisztusban. Magasztalunk téged a te gondviselő atyai szeretetedért, amellyel kegyelmesen hordoztál bennünket mind a mai napig. Megtartottál minket. Nem csak Ézsaiás mondhatta, és nem csak egykori népedről, hogy az Úr felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva, hanem mi is láthatjuk, bizonyítjuk egymás felé, anya mélytől fogva felkarolsz és hordozol bennünket. Kiszabadítottál és megszabadítasz sokféle nyomorúságból, és lelkesítesz a veled való közösség és szövetség megélésére. Köszönjük, hogy a te hűséges szövetségedet, ami belevisz hangozhat a házastársi szövetségekbe is, amire súlypontozottan is figyelhettünk a házasság hetében, megélhetjük veled kapcsolatban. Minden szereteted és kegyelmed dacára, mi azonban nem egyszer megszomorítjuk szent lelkedet, ahogyan tették ezt a régiek is. Magunkban hozzuk meg döntéseinket, és nem benned gondolkodunk. Javallataidról megfeledkezünk, és engedetlenek vagyunk. Ellenségeiddé tesszük magunkat, gondolkodásunkkal és életünkkel, azután pedig még fel is háborodunk, amikor szembe kerülünk veled, és a te végtelen, a te félelmetes hatalmaddal. Köszönjük Istenünk, hogy te mégsem egyszerűen ellenségetként kezelsz, noha azt érdemelnénk. Nem elpusztítasz bennünket, a parányi föld földrengése által sem minket értél utol, hanem gyermekeidként szeretsz továbbra is. Sőt, kész vagy te magad közeledni hozzánk könyörületeddel, kegyelmeddel, szabadításoddal. Kész voltál fiú istenként megváltást hozni nekünk,
és kész vagy velünk lenni minden napon a világ végezetéig pártfogó szent lelkeddel is. Könyörgünk most, légy jelen, taníts minket egyre inkább érteni a te gazdag lényedet és szövetségedet, éreztesd velünk közelségedet, hogy érezzük, ahogy éreztetted az Ézsaiás korabeliekkel, mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgetted népedet, dicső nevedet szerezve magadnak. Terelgesd most a mi gondolatainkat és életünket, adj gazdagító, együttlétet, gazdagító találkozást, szent háromságos gazdagságoddal, önmagadért, Krisztusi kegyelmedért és szent lelkedért. Ámen. Közösen olvassuk a 460 éves heidelbergi K.T. nevű hitvallás 8. úrnapjára rendelt kérdés feleletét, a 24. kérdéssel kezdve, ami az apostoli hitvallástól indul, emlékszünk, ezt mondtuk el együtt. Hány része van ennek a hitvallásnak? 3. Az első rész az Atya Istenről és a mi teremtésünkről, a második a Fiú Istenről és megváltásunkról, a harmadik a Szentlélek Istenről és megszentelésünkről szól. Isten lényege szerint egy Isten. Miért említettél akkor 3 nevet, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket? Azért, mert Isten az ő igéjében úgy jelentette ki magát, hogy ez a 3 különböző személy az egy valóságos és örök Isten. Ámen. Igehirdetésre készülve énekeljük Úrunk színe előtt, és őt megszólítva az 546-os, a régi énekeskönyvben ez a 246-os dicséret első versét, amely egy könyörgés, és így kezdődik, adj Úristen nékünk szent lelket. Szeretett testvéreim, Istennek igéje, amellyel megszólított engem, és amely nyomán most az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetem nektek is. Az imént már felolvasott ószövetségi igeszakaszban Ézsaiás próféta könyvének 63. fejezetében van megírva, ahonnan mint egy emlékeztetésként és összefoglaló mottóként emelem ki a 7. verset. Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem, mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jó téteményét. Ámen. Kedves testvérek, a Szent Háromság egy Istenbe vetett hit, amiről az imént 460 éves hitvallásunk a heidelbergi K.T. szavaival is bizonyságot tettünk, a különböző felekezetekre szakadt keresztény egyházat a leginkább összekötő erő. A Szent Háromság egy Istenbe vetett hit. A keresztény hit kizárólagos sajátsága. Több vallás képviselői hisznek az egy Istenben. A zsidóság és az iszlám követői hozzánk hasonlóan vallják, hogy egy az Isten, és hogy a mindenek fölött álló, mindenható Úr nem holmi személytelen erő, hanem személyes valóság, egy személy. A keresztény hit azonban gazdagabban
látja ezt a tételt és ezt a szemét, és a Szentírás meg a tapasztalatai alapján vallja, az egy valóságos és örök Isten olyan gazdag a maga lényegében és hozzánk való kegyelmében, hogy egyszerre három formában is kijelenti magát, és egyszerre három dimenzióban is keresi, munkája, sőt kínálja a kapcsolatot önmagával. Úgy, mint csodálatosan fölöttünk álló mindenható, mint Atyaisten, úgy, mint értünk a mennyből csodálatosan aláhajló szabadító, mint Fiú Isten, és úgy, mint bennünk is csodálatosan munkálkodni kész Szentlélek Isten. Az egy Úrról és az ő egyszerre felfoghatatlan, mégis magával ragadó gazdagságról, az ő gazdagságáról szól, tehát keresztény hitvallásunk. Közben azonban még az egyháztagokban, sőt, hadd mondjam így, még a teológusok fejében is kérdés marad az, mert nehezen fér az emberi fejbe, hogy hogyan lehet az egy három, a három pedig egy. Valahogy nem jön ki ez a matematika. A Szent Háromságosan gazdag Úristen pedig ebben a tekintetben is kész tanítani minket, és egy kicsit bevezetni a mennyei matematikába. A Szentírás lapjain rendre kibontakoztatja előttünk a Szent Háromság csodáját, néha mint egy meglepetésként olyan helyeken is, ahol nem is számítanánk rá. A mai Ószövetség igeszakasz is ilyen. Alig ha lapozta fel közülünk bárki is úgy a ma reggeli csendességében, vagy akár most az Isten tisztelet keretében, hogy na, lássuk csak, vajon az ószövetségi próféta Ézsaiás hogyan tesz tanúbizonyságot a Szent Háromság Istenről? Ha tüzetesebben megvizsgáljuk, mégis azt állapíthatjuk meg, hogy nagyon is szépen, sőt, megragadóan tesz bizonyságot már az ószövetségi üzenet is, annak rendje, módja szerint szép egymás utánban beszél a csodálatosan hatalmas gondviselő Atyaistenről, a jelenlétét csodálatosan éreztető szabadító Fiú Istenről, és a bennünk is csodálatosan munkálkodni kész vigasztaló Szentlélek Istenről, miközben teljesen egyértelmű az egész ige szakaszból is, hogy nem háromról, hanem egyről szól. A Szent Háromságosan egy igaz Istenről. Vizsgáljuk meg a szakaszunkat most ezzel az érzékenységgel, ezen a lencsén keresztül, és engedjük közel magunkhoz a Szent Háromság gazdagító csodáját, hogy annál gazdagabb legyen a kapcsolatunk az Úristennel is. Akinek keze ügyében van a Biblia, mint nekem most, bátran nyissa ki, és vegye észre, akinek pedig nincs ott, emlékezzen vissza az imént hallott szakaszra, hogy kibontakozik előttünk ebben az ige szakaszban a hatalmas Atya, a gondviselő Isten lényege, ereje és közelsége. Megjelenik az Úr, mint dicsőn és hatalmasan cselekvő Isten, mint aktív Isten. A ma többször idézéssel már kiemelt igében is így lelkendezik a próféta, az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem, mindazt, amit az Úr tett, értünk, sok jó téteményét. Ha pedig ehhez hozzáveszünk a fejezet elejét, amit most nem olvastam ugyan fel, de a napi csendességünkben láthattunk, megjelenik Isten, mint erőteljes, léptekkel közeledő harcos, aki előtt nincs megálló hatalom, akinek van ereje ahhoz is, hogy a népeket eltapossa és szétzúzza indulatában, mérhetetlenül, elképzelhetetlenül nagy erőkörvonalazódik a szakaszban, amihez képest eltörpül minden földi esemény és minden földi léptékű hatalom, hadd mondjam, napjaink szomorú eseményeire is vonatkoztatva, eltörpül még a legmegrendítőbb, legmegrázóbb erejű földrengés is. Mindennél erősebb, minden ható, mindenek fölött álló az Isten, aki ezt a mérhetetlen hatalmát mégis kegyelemmel közelíti az emberiséghez és a népéhez. A roppant nagy események közepette és jótéteményének sora érezhető. Erről tesz tanúbizonyságot Ézsaiás, és erről tanúskodik meggyőződésem szerint az, hogy még a 12. napon is találtak túlélőket ott, ahol kőkövön nem maradt.
meg hogy becsapódik egy rakéta egy lakóházba, és a híradás után arról számol be, hogy egy civil sérültje, nem halálos áldozata, egy civil sérültje is van a támadásnak. A pusztítás közepette, az óriási erők fölött, ott van a mindenható Isten gondviselő hatalma. Azt akarom ezzel mondani, amire a Szentírás is tanúbizonyságot tesz, hogy az erős Isten egyszer mint kegyelmes is, és ez a mindenhatóság is egyben kegyelem, önmagában is egy hatalmas spektrumot nyit meg, amiben látjuk az Isten gazdagságát, felfoghatatlan gazdagságát. Nem véletlenül beszél róla a Szentírás egészen, a mai szakaszunkban pedig a próféta is úgy, mint atyáról. A gyermek számára az atya a legnagyobb, a legerősebb. Közben pedig érzi azt is, hogy a jó apa az szereti a gyermeket. Ilyeneket mond Ézsaiás: Uram, te vagy a mi atyánk. Ahogyan a kisgyermek érzi magát az édesapja karjain, úgy nyilatkozik Ézsaiás a nép egésze nevében, felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. A hihetetlenül erős, aki kegyelmesen tart a kezében. A szerető édesapa képes élik fel, aki sokkal erősebb, mint bárki más, aki, így mondja a Szentíró, irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. Majd akár csak a kisgyermek, amikor őt a karjaiban hordozó szerető édesapához fordul, egészen közvetlen módon szólítja az Isten, tegeződve mondja az Istennek, hiszen te vagy a mi atyánk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Már ezekben a szavakban és mozzanatokban is tükröződik, hogy az Úr nem csak mindenható és szerető Isten, hanem tehát nem csak fölöttünk levő atya, hanem egyben hozzánk lehajló és kegyelmét közvetlen kapcsolatban is közvetítő, megváltó Isten, szabadító Isten. Az Új Szövetség népeként mondhatjuk így, közénk jövő fiú Isten is, aki egészen közel jön. Ő nem csak mérhetetlenül és megközelíthetetlenül fölöttünk áll, hanem egészen mellénk is áll. Ő az, aki könnyülettel hajol le, nyomorult és tőle messzire szakadt népéhez. És nem tagadja meg, mert ezt mondta, mégiscsak az én népem ez. Fiaim, ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból. Írja Ézsaiás, társá is szegődik a mindenható Isten, és személyesen, meg személyé válva közvetlenül érezteti szabadítását. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket szeretetével és könyörületével, ő váltotta meg őket. Olvassuk a prófétai bizonyságtételt. És az Új Szövetség népeként már érezzük is a mindenható Úr krisztusi közelségét. Közel jött és megszabadított. Azt, hogy a mindenek fölött álló Isten egészen az emberi világba bocsátkozott. Nem követ vagy angyal által, ahogy írja Ézsaiás, hanem ő maga. Maga az Atya Isten jött közel a fiakhoz, és maga is fiúvá vált. Egyszerre atya, és egyszerre fiú. Ő maga nem csak hordozta, hanem egészen magára vette az emberi természetet. Magára vette még a szenvedést, a kereszt kint és a halált is, hogy utána megszabadítson, megváltson, hogy a minden hatóságot az emberi törékenységbe belealázva megszabadítson, hogy felrobbantsa a halál és a kárhozat bilincseit, mint egy bentről, a közelségből, az ember közelségből. Nem burkolózott érinthetetlenségbe, hanem engedte megtapasztalni az, hogy Immánuel velünk az Isten, még a halálban is velünk az Isten. Az Úr, aki olyan gazdag lényegében és kegyelmében, hogy nem csak mérhetetlenül fölöttünk van, hanem végletesen velünk is. Nem csak mindenható szerető atya, hanem minket megszabadítani értünk, és velünk szenvedni kész fiú Isten is. Ennek tetézéseként pedig a mai szakaszunkban is megjelenik és munkálkodik az Úr, mint Szent Lélek. Nem tudom, feltűnt-e valakinek, hogy szerepel-e ez a szó, hogy Szent Lélek, vagy az Úr lelke a szakaszban. Hát háromszor is szerepel.
háromszor is, majd nézzétek meg, szó szerint szerepel az, hogy a Szent Lélek, illetve az, hogy az Úr lelke. Először akkor, amikor a teljhatalommal cselekvő Úr, az Atya Isten megváltóként, Fiú Istenként is közeledik, és személyes szabadítóvá lesz, a választottai pedig nem fogják fel ezt a kegyelmet. Mert még az Atya Isten nagysága is sok nekünk gyakran, és nehezen tudjuk összeegyeztetni magunkban, hogy hogy lehet az, aki mindent a kezében tart, hogy lehet mégis szerető. Hogyan lehet az, aki szeret, mégis olyan, hogy nem nyúl bele abba a földrengésbe. Úgy, ahogy mi elképzeljük. Azt meg még kevésbé tudjuk elképzelni, hogy velünk van az Isten, benne a bajainkban is. És néha az elképzelhetetlen számunkra Isten kizárásához vezet. És pont itt jelenik meg, ezen a ponton jelenik meg a Szentlélek, amikor a választottak sem fogják fel ezt a kegyelmet. Kiszabadította őket minden nyomorúságukból, nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket, felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva, ők azonban engedetlenek voltak és megszomorították Szent lelkét. Erről beszél Ézsaiás. Isten eleven és érzékeny lélek is, aki nemes lelki kapcsolatban van a népével, és lelki kapcsolatot kínál az övéinek, képes megszomorodni, amikor a gyermekei elkeserítik. Noha felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva, mint egy édesanyja a szeretett gyermekét a szíve alatt hordozza állandóan, és onnantól kezdve a szívében hordozza. Az emberi engedetlenségre adott isteni válasz pont ennek a szívélyes lelkületnek nyomán nem pusztán atyai szigor, hanem hadd mondjam így, anyai fájdalom is. Az Isten lelke fáj. Fáj az Istennek a mi engedetlenségünk. Nem csak azt olvassuk a fiai engedetlenségére reagáló Istenről, hogy ezért ellenségükké vált és harcolt ellenük, ez egy jogos apai szigor, hanem azt is, hogy Szent lelke megszomorodott. Ki hogyan volt vele, nem tudom, de bennem legalább akkora, hanem nagyobb nyomot hagyott az anyai megszomorodás, mint az apai szigor az életem során. Könnyebb volt egy lapra tenni az atyai szigort. Eltettük, igen, ez jogos volt. De amikor az anyám szemében láttam a szomorúságot, jobban esett volna egy pofon, egy szigorú pofon, mint az, hogy látom, hogy a szívét bántottam meg. A lelkét bántottam, de ez a lélek együtt rezdül velem is, és tanít. És szükség volt mindkettőre, hadd mondjam így. Szükség volt az apai szigorra, és szükség volt az anyai lelkületre, a rakoncátlankodásra adott válaszként is, hogy teljesebb legyen az élet, az én életem is, és a jó felé fordulás. A házasság tekintetére, a házasság hetére tekintettel, hadd mondjam, nagy kincs és isteni áldás az, amikor egy gyermeknek van édesapja és édesanyja is, amikor két oldalról tudja tapasztalni a jó irányba menő impulzusokat. Tudja tapasztalni a szigort is, és tudja tapasztalni ezt a belső kapcsolatot, a lelkületet is. Kétféle módon is kap egyszerre életre szóló tanítást, és sajnálatra méltó a gyermekével együtt az a szülő, aki egyedül marad ebben, mert lehetetlen, hogy egyszerre legyen szeretetteljes és szigorú, hogy egyszer legyen férfi és nő. Az Úristennek pedig ez nem lehetetlen. Ennyire gazdag a szakaszunk, és ennyire gazdag az Istenünk. Ő annyira gazdag, hogy egyszerre tud erős atya lenni, annak minden vonzatával, és egyszerre szent lélek lenni, annak minden hozadékával. Szent lélek, aki értékes és mély nyomot hagy a gyermekei életében, lelkesítően beléjük önti a lelkét. A második hely a szakaszunkban pont ezt említi, hogy Isten áthatotta Mózest például, aki a tengeren átvezette a népét, mint egy nyájat.
az Úr belé öntötte szent lelkét. Belé öntötte szent lelkét. Megragadta Mózes jobb kezét. Bocsássatok meg a példáért, ami eszembe jutott, de az jutott eszemben, hogy szülői segítséggel hatalmas tettekre voltam én képes gyerekkoromban. Lehet, hogy ti is. Talán másoknál is az a szokás, hogy a születésnapi tortát mindig az ünnepelt vágta meg. És ott volt a szép torta, két nagymamám csinálta, apai meg anyai nagymamám, két torta is volt, és mind a kettőt én vágtam meg, már 3-4 éves koromban is. Na hát elképzelhetjük azt a tortát, amit egy 3 vagy 4 éves gyerek kezd el a maga módján feltrancsírozni. De ment. Mégpedig úgy ment, hogy az édesapám a kezembe adta a nagy kést, az édesanyám pedig a jobbjával ráfogott a kezemre. És gyönyörű szeletekre lehetett vágni azt a tortát. Mint egy ezt a képet érzem belevisszhangzani, vagy a bibliai képet érzem belevisszhangzani a saját tapasztalataimban, hogy Mózes is így volt. Megkapta az Úristentől azt, amivel meg volt bízva, de közben ráfogott a jobbjával. Beleöntötte az Isten a lelkét, és közben fogta a jobb kezével, szó szerint ez van benne. A harmadik helyben, 14. vers a szakaszunkban a megnyugtatás, a megpihentetés, a biztonság képét eleveníti fel a Szentlélekkel kapcsolatban. Mint mikor a jószág pihenni dél a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezünk. Kibontakozik előttünk az ige szakaszunkban a pártfogó, a Szentlélek Isten közelsége és lényege is. Minden hatóságában gondviselő, szabadító és pártfogó, Atya, Fiú és Szentlélek az Isten. Egy örök és szerves egészként egységben engedhetjük közel magunkhoz ezt a szent háromságot és az ő csodáját és titkát, ami olyan nagy, hogy újra meg újra neki kell futnunk, hogy értsünk. Évről évre ünnepelni érdemes, évről évre ünnepeljük is az atyai gondviselést, például az új kenyért és az új bor ajándékában. Hálaadással ízleljük, hogy a Nagyisten, akinek hatalmában áll éltetni és elpusztítani, áldó Istenként, gondviselő atyaként jelen volt az életünkben. Ünnepeljük a Fiú, a szabadító, a mellénk álló Isten. Ünnepeljük a karácsonyt, hogy egészen közénk jött, és egészen bennünk van, aki pedig mérhetetlenül fölöttünk van. Ünnepeljük a közelgő bőjtöt, hogy a lemondásokkal, veszteségekkel teli világban sem halványul, hanem erősödhet az Istennel való kapcsolatunk és közösségünk. Ünnepeljük nagypénteken és húsvétkor, hogy nem vagy a halálban, hanem a szabadítása, a feltámadásig és a mennyei dicsőségig emel. Ünnepeljük a Szentlélek Isten, az ő lelkesítő munkáját és közelségét, ünnepeljük a pünkösdöt. Miközben külön-külön egymástól időben is eltolódva bűnjük meg ünnepeinket, hisszük, ígyük is, érezzük és tapasztaljuk, hogy ez a gazdagság, ami csak részleteiben felfogható valóság, lényegében egy. Egy nagy és rád, meg rám mindannyiunkra nyitott Isten. Gazdagítani kész Istennek, gazdagító közeledésére, igény szavaival is válaszolhatunk. Az Úr hűségét magasztalom, az Úr dicső tetteit, mindazt, amit értünk tett az Úr jó tételeinek során. A 170-es, a Rigmédekes könyv 273-as dicséretének első versével kapcsolódik be mi is az Úr hűségének magasztalásával, így is kezdődik énekünk. Az Úristen magasztalom. Utána hagyjuk is nyitva ott énekeskedőnket, mert záró énekként is ebből a dicséretből fogunk énekelni.
Teremtő, megváltó és megszentelő Urunk, Szent Háromság, egy örök Isten, magasztaljuk a Te teljességedet, mi a töredékesek. Dicsőítjük a Te nagy szeretetedet, mi a Te feléd és egymás felé sokszor szeretetlenek. Csodáljuk a Te szövetségi hűségedet, ami gazdagító, mi, akiknek életét is bevilágítod, és házastársi kapcsolatunkban is megáldod, abban is a Te hűségünk tükröződhet. Köszönjük, hogy az egész életünket az ősidőktől fogva, az anyamétől fogva átfogják a Te mérhetetlenül hatalmas tetteid, amelyeket egy évben is csak egymás után tudunk ünnepelni, és amelyeket évenként kell és méltó ünnepelni. Dicsőítünk, amiért Te mindeközben egyszerre vagy gondviselő Atyánk, fölöttünk levő és világunkat, meg életünket kézben tartó mindenható Isten, egyszerre vagy közel hozzánk, mint megváltó és szabadító Isten, mint fiú, aki azt ígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig, és egyszerre munkálkodsz bennünk, Szentlélek Istenként. Köszönjük, hogy a hittőre kapott ajándéka által felfoghatunk valamit a Te végtelen gazdagságokból, és ez bennünket is gazdagít. És bíztak. Ennek a gazdagító kegyelemnek az ölelésében ott hozzuk eléd életünket és embertársainkat. Eléd hozzuk könyörgésünkben a gyászolókat, a közöttünk levő gyászolókat is, imádkozva a vigasztalásukért, imádkozva azért, hogy Te adj nekik reménységet, látást, jövőt. És imádkozunk a sok gyászolóért közelben és távolban, azokért, akik veszteséget szenvedtek önhibájukon kívül földrengésben, azokat, akik öldökölni mennek és okoznak és szenvednek el veszteségeket, azokat, akik elveszítenek embereket, szeretteket. Könyörgünk betegeinkért is, a sok betegért és sebesültért szerte a világon, és a mi betegeinkért és gyógyulásukért. Urunk, Te kegyelmes orvos is vagy, és Te tudod igazán, hogy kinek mit szántál, és Te kész vagy megszánni azt, aki hozzád fordul. Imádkozunk azokért, akik magukat jövőtlenen gondolják. Imádkozunk azért, hogy tudjunk erőt meríteni a múlt tapasztalataival, hogy tudjunk emlékezni és megerősödni, így helytállni a jelenben és érezni a Te közelségedet. Köszönjük, hogy Te kész vagy jelen lenni az életünkben, és jövőt, üdvös távlatot nyitni előttünk, gazdagító távlatot a veled való szövetségben. Köszönjük, hogy ünneplésre és adsz lehetőséget és alkalmat, kínálod Te szövetségedet, kínálod az Isten tiszteleteket, engedsz névnapot, születésnek, tavasz közeledést ünnepelni. Köszönjük, hogy ilyen nagy a Te kegyelmed felénk, és köszönjük, hogy együtt is imádkozhatunk hozzá, megszólítva Téged így közvetlen viszonyulásban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön meg a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsássunk meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Egyet elmondalva hallgassuk meg a gyülekezet imádságát. Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem, mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jót.
Szent háromságosan gazdag úrunkra és segítő kegyelmére tekintve adunk neki hálát az elmúlt héten megtapasztalt szeretetéért, többek között a gyülekezeti Biblia óráért és az Egyházmegyei Ifjúsági Bálért, ahol a tegnapát is elmúlt. Az ügyeletes presbiteri szolgálatot koszorú györgyük úrunknak látta el példásán viharban kitört templomok felüvegeztetésével, templom és a gyülekezeti ház rendetételében is, és adta meg tovább Kővári Lászlónak, akinek úrtól jövő erőt és áldást kívánunk. Isten kegyelmétre kapaszkodva tekintünk előre reménységgel. Isten tiszteletünket követően templomunk harangjai csendülnek meg, emlékeztetve nagy tiszteletű Ferenczi Ernő egykori lelkipásztor életére és halálának évfordulójára. Szeretettel hívom fel a figyelmet az iratterjesztésre, ahol kapható a Heidelbergi Káti új fordítása is. Együtt olvassuk ezt a hitvallást megjelenésének 460. évében. Isten tiszteletünkhöz kapcsolódóan folytatódik a konfirmandusok előkészítő oktatása a parókián. Folytatódnak a szolgálatok az intézményekben, óvodákban, iskolákban, idős otthonokban és a börtönben is. Hordozunk imádságban a szolgálatokat és az azokkal megbízottakat. Holnap hétfőn délután 3 órától Istenünkbe vetett reménységgel és reménységgel a Szentlélek erejére kapaszkodva a gyászoló családot Isten igével vigasztalva kísérjük utolsó földi útjára a gyülekezetünk kedves elhunyt tagját, Mészáros Istvánné született Szent Máriát az újvárosi temetőben egy szál fehér virággal. Vegyük körül a közöttünk levő gyászolókat is vigasztaló szeretettel. 2023 az egyházi tisztújítás éve a református egyházban, emiatt presbiter és főgondok választás is lesz ősszel. Választásra jogosultak és egyébként választhatók a megkeresztelt és konfirmált jogilag nagykorú igei alkalmakon rendszeresen résztvevő és úrasztali közössége rendszeresen élő, a gyülekezet életét anyagilag is támogató testvérek. Szeretettel bíztatunk mindenkit a gyülekezeti nagykorúság minden pontjának komolyan vételére. Az egyházi tisztulításra készülve presbiter előképző alkalmakat szervezünk. A sorozat második alkalmára most kedden, tehát február 21-én 16:30 perctől kerül sor a parókia kandallós szobájában. A téma a presbiter elhívott és elhivatott gyülekezeti tag. Szeretettel várunk el és mindenkit. Ezt követően pedig presbiteri gyűlés tartunk majd délután 6 órától, ahol a presbiteri döntőben között a választói névjegyzékről erre a presbitereket hívogatjuk és várjuk. Csütörtökön délután 2 órától a Múzeum Barát Egyesület teszi tiszteletét a templomunkban. Igyekszünk nekik bevezetést adni nem csak a templom történetébe, hanem az Istennel való kapcsolatunk módjára is, amit itt ünnepünk. Pénteken kezdődik és péntekenkénti ritmusban egészen a nagy hétig tart Bőki Esték című sorozatunk, mindig 5 órától a Parókia Kandallós szobájában. A téma Jézus arcvonása. Ez a sorozat veszi át a bibliaórák helyét, tehát péntekenként. Nem bibliaórára találkozunk, hanem Bőti Estékre. Most, amit alkalom, segít készülni a jövő heti urasztali közösségre is. Mert ha Istenünk engedésérünk, jövő vasárnap megterítjük az urasztalát Bőti főre. Szeretettel várunk mindenkit alkalmaikra, buzdítva a testvéreket, hogy hívogassanak másokat is, közben pedig igei gondolatokkal indíthatunk minden napot. Igeidő címmel ez elérhető a gyülekezet és az egyház Facebook oldaláról is. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek imádságait, szolgálatát, szeretet adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez és ezzel az út dicsőítéséhez. Kérjük a testvéreket, hordozzák szeretetben és imádságban a gyülekezetet és a gyülekezeti munkát továbbra is. Az Úr pedig legyen a mi őriző pásztor. Amen. Az áldás fogadására az imént már megkezdett 170-es régi énekeskönyvben 273-as
dicséret eléneklésével készüljünk, annak versével a 6-tól indulva egészen a 10-ig. A irgalmasságra, hiszen Amen. Áldás, békesség.